Sziasztok, Jönni vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a rajzversenyes karaktereket fogom elkészíteni. Nem biztos, hogy mindegyik benne lesz. Megpróbálom a címbe kiírni, hogy ki lesz benne, hogy tudjátok. Ugyanis, hát szeretnék azért időt fordítani arra, hogy olyan legyen, ahogy azt ti megálmodtátok, és nem szeretném elsietni a dolgot, úgyhogy lehet, hogy nem ez az egy videó lesz, hanem lehet, hogy lesz kettő is. Inkább, mint hogy elsiessem a dolgot. Úgyhogy megyünk is bele az első helyezettel, aki Little Dreamer lett, legalábbis ez a csatornának a neve. Igen, nagyon-nagyon szép rajzot küldött, mert amikor beküldte, akkor láttam, hogy ez igazán, igazán szépen megrajzolt, és esélyes a győzelemre, úgyhogy gratulálok a nyereményedhez, és ugye a te nyereményed az lesz, hogy elkészítem a kísérletodat, elkészítem a karakteredet, és te egy főszereplő leszel a történetben, úgyhogy nagyon remélem, hogy olyat írtál, ami, ami nekem passzolni fog a történethez, és most el is olvasom, mert írt hozzá egy szöveget, egy leírást, hogy milyen legyen a karakter, Ajaj, én látom, hogy most írta, hogy az egyik haj szükséges hozzá a hajpád miatt. Nem tudom, hogy nekem megvan-e az a haj, amire gondolsz. Ha nincs, mert ezt most hirtelen így nem néztem meg, akkor le fogom tölteni. De ha el tudnád küldeni a linket, az nagyon sokat segítenél, hogyha nem nekem kéne megkeresni, mert. Tudom, hogy több ilyen hajpántos haja is van, de lehet, hogy pont ez az. Mennyi az esélye, hogy pont ez az? Egy ilyen hajpántos haja valamit amit ő készített, ez a készítő. De nem biztos, hogy ez az. Ha nem ez az, akkor a linket el tudod nekem küldeni valamelyik közösségi felületemen, vagy akár megjegyzésben. Az is jó. Lehet, hogy nem fogja megjeleníteni a megjegyzésedet, ne aggódjál, mert én látom attól függetlenül, és meg tudom nézni, hogyha esetleg nem ez az. Ha ez az, akkor meg rendben vagyunk. Ki er a, a, karakterének a neve? Alapvetően nagyon szép, az arc szerkezete hasonlít Janehez. Na hát örülök, hogy ezt megírtad, mert akkor jane ből fogunk kiindulni, mindjárt le is hozom őt a galériából, és akkor őt fogjuk átalakítani. Igen, a rajzon lévő ruha az a hétköznapi, de azt szeretné, hogyha én a Harry Potteres verziót készíteném el belőle. A haja közép szőke, mint Jane-nek. Szabad szellenű, nem szerető, hogyha megmondják, hogy mit csináljon. Zavaróan, kiválóan teljesít, kicsit olyan, mint Hermione. És azt szeretné, hogyha már az elkészített szőkehajú lány az egyik barátnője lenne. Nagyon jó, nagyon tetszik ő is az elkészített szökehajú lány, akiről beszél, az is egy főszereplő lesz, úgyhogy hát annyit elárulok a történetről, ez talán nem sokat fog mondani, de mégis annyit, hogy tudjátok, hogy alapvetően olyan karakterek lesznek benne, akik ismertek a Harry Potterből tehát nem új karakterek lesznek benne végig, hanem ismert karaktereket fog felhasználni, és uh, szükségem van az egyik karakterhez legalább kettő barátnőre, úgyhogy mindjárt megnézem, hogy melyik házat írtad, nagyszerű pont a Griffendélt, mert pontosan oda lenne szükségem barátnőkre, úgyhogy ti lesztek majd a barátnői az egyik főszereplőnek, ezáltal ti is majdnem, hogy főszereplők lesztek, úgyhogy <laughs> erre számítsatok. Az, hogy ki ez a főszereplő, azt még nem árulom el, de tippelni lehet. Olvasom tovább, nehogy valamit kihagyjak. Társas lény, de inkább falka mint tag. Jó, lehető a falka ez rendben van. Nagyon magabiztos, okos, de ezekkel a tulajdonságokkal képes a jó karakterből egyes cselekedetekkel ezt megváltoztatni. Hogy erre, ah. ez, mire gondolsz ezzel kapcsolatban, mert nagyon kíváncsi lennék. Ó, tehát egy kicsit eltévedt erre célzó. A... Nagyon jó, nagyon tetszik, pontosan erre van szükségem a történetem szempontjából, úgyhogy alapvetően jó ember, de egy kicsit eltévedt személyiség, pontosan erre van szükségem, úgyhogy most meg fogom szerezni jane a galériából, és akkor belőle fogunk kiindulni, mert azt mondtad, hogy rá hasonlít. Azért elég rendesen át fogom alakítani, mert Jane lesz az egyik főszereplő, úgyhogy nem tudom teljesen őt odaadni neked, nehogy ugyanolyan karakterek legyenek, de ő belőle fogunk kiindulni. Mert korábban mutattam nektek, ő lesz a főszereplőnk, az még abszolút nem biztos, hogy Jane marad a neve. Mi gondolkozók, mindenképpen valami J betűset szeretnék, és hogy melyik legyen, hogy marad a Jane, vagy valami más leme lesz, ezt még nem tudom pontosan. De akkor ebből fogunk kiindulni, ő ugyanaz a Jane, mint a harca koronáiba, csak szeplős és hát fehér a haja. Úgyhogy ezt most visszaalakítjuk, mert ő azt írta, hogy ilyen szőke szeretné, hogy legyen. Azt, hogy milyen színű a szemöldöke nem írtad, de a képen látom, hogy ugyanolyan színű a szemöldöke, mint a haja, úgyhogy ez segít. És akkor a hajból a szeplőket levesztük, mert az ugye most nem kell. A hajból pedig rárakom ezt a, a, hajpántosat, de ha nem ez az, akkor tényleg nyugodtan küld el linket, és akkor kicserélem. Mert lehet, hogy nem ez az, mert ha jól látom, annak van frúfúja van, úgyhogy valószínű, hogy nem, nem, ez lesz a végső. Fekete vagy li kékes lilása a szeme? Na akkor nézzük, fekete szemmel milyen. Legyen, legyen ez, legyen ez, ugye, hát ez a fekete, ennél sötétebb nagyon nincsen, és ö, alapvetően mindjárt ö, leszeretném hozni a galériából azokat a karaktereket, akiket már elkészítettem. Pont elfértek, pont elfért mindenki. Őt szerettem volna megnézni, hogy milyen a, a szeme, pillákat raktam rá. Igen, pontosan ezért szerettem volna megnézni a szemét, hogy nem tettem neki alap szimszes szempillát, hanem tettem rá külön szempillát. Úgyhogy ö, szerintem ez lesz mindenkinél, ez a 3D-s, mert ez valamivel jobban néz ki, mint a szimszes. Ezt szerettem volna csak megnézni, úgyhogy nem kap külön ö, olyan szimszes szempillát, és akkor egy picit átalakítom, hogy mégse azért Jane legyen, hanem egy kicsit más kép nézzen ki. Nos, átalakítottam, szerintem nagyon-nagyon szép lett így is, viszont most már nem hasonlít Jane-re annyira. Egy kicsit hasonlít még, meg vannak azok a jegyek, de hát igazából szinte mindent egy picit átalakítottam. Az utolsó lépés, hogy még a szemén egy icipicit alakítunk, lehetne egy kicsit vagányabb, és megkapja a szempillákat, akkor ő most. Többiek nem kaptak még szempillát de lehet, hogy fognak. Azért nem kaptak, mert szemüveggel nem működik, úgyhogy hát nem tudom, hogy ezt hogy fogom kiküszöbölni, kikü hogy szemüveggel sajnos nem működik a szempilla. Lehet, hogy azoknak akkor máshogy kell megoldani a dolgot, vagy majd még kitalálok erre valamit, vagy hogyha van ötletetek, akkor ti is megírhatjátok. Nem szeretnék azért túl nagyot. Ja, ez a kettes. Azt hiszem, hogy... Ja, nem. Ezek rosszak valamiért. Ezek a jók. Ez csak alul van, ez meg barna. Hmm. Úgy inkább ilyen szőkés. Mondjuk legyen ez, és uh, ki van húzva feketével a rajzon a szeme, úgyhogy ezt is akkor megtesszük. Ezáltal szerintem még szebb lesz a karakter. Legyen ez? Vagy ez? Ez, talán ez lesz a jó. És kap még valami rúst is. Lehet, hogy így picit nagyra húztam a száját, ezt mindjárt kiigazítom. Na, most tetszik, csak a, a színe nem tetszik a, ennek a rúzsnak. Kicsit talán sötétebbre. Igen. Oké. És a ruhája. Hát eddig senki nem kapta meg a talárt. Igaz? Rajta mellény van. Pulcsi. Akkor most legyen az, hogy ő megkapja. A teljes full talárt, amit készítettem. Szerintem jól áll neki. És jól is működik hozzá. Akkor ugye a haját még ki fogom cserélni, és nézem, hogy. Jaj, van neki egy nyaklánca is. Nem tudom, megpróbálom rárakni azt a nyakláncot, hogy az még működik-e, vagy a ruhával együtt nem. Lehet, hogy nem működik, sajnos. Egy ilyen van a nyakába. Szeretnéd, hogy az maradjon? Működik a ruhával. Működik a hajjal. Akkor a hajat még kicseréljük. A nyakában megkapja ezt a csókert, és lehet, hogy kap még egy kinézetet, ahol ilyen mugli ruha van rajta, amit te készítettél. Hoppá, jöjjön, ez a másik kinézete. Ezt ne ebből induljunk ki. Hanem kéne egy pulcsi és egy szoknya. A szoknya az mindenképp az lesz, amit én készítettem. A pulcsi az pedig, hát nem is tudom, lehet, hogy kéne. Mert csak abból van ilyen jó kis rövid, mint amilyet te rajzoltál. Ez ugye a másik Harry Potteres pakból van, amit hát ugye azért nem tudok használni sajnos a sorozathoz, mert nem Harry Potteres, hanem szimszesített Harry Potteres. Nem tudom eldönteni, hogy melyik az, amit te elgondoltál, de szerintem úgy fogom eldönteni, hogy nekem mely tetszik jobban, és nekem ezt tetszett rajta jobban, úgyhogy legyen az. Illetve akkor kap egy szoknyát is. Abból viszont szerintem azt, amit én készítettem, az lesz a legjobb hozzá. Vagy, hát ez túl rövid. <szerint> szerintem ez túl rövid, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Vagy az is jó, ami az eredeti -e annak, amit én készítettem. Hogyha esetleg, amit én készítettem, az már túl hosszú. Bár nekem tetszik. Körülbelül így néz ki a rajzon. Illetve van még a kezén is. Karkötő. Valami ilyesmi van a kezén. És abból is ilyen fekete-zöld verzió. Talán. Vagy fekete-fehér? Tehát akkor két külsőt készítettem neki. Egy a... A Harry Potteres, és akkor egy a, a sima, és az a neve, hogy Kiera. Nincsen vezetékneve, de van. Van. Akkor ezt fel fogjuk használni. Még nem tudom, hogy mennyire lesz szerepük a vezetékneveknek. Oké. Okay. Na most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akkor még elfér a kiskutya is, és akkor szerintem őket így leventem egyszerre, csak hogy egyben megy legyen mindenki, és akkor a következőt, a második helyezetet meg akkor külön fogom elkészíteni. Van egy kutyusa is kierának, ami pedig egy King Charles Pánia. Jaj, a tulajdonságokat nem választottam ki, mondjuk lehetne okos, és mert ugye ezt írtad, hogy nagyon-nagyon okos, illetve lehetne magabiztos. Legyen ez a kettő tulajdonsága magának a színnek, aztán a többit pedig még hozzá írom majd a történetben, és akkor itt van a kutyusunk, meg is nézem, igen, ezt a fajta színezetet választottad neki, ami van alapból. Okos, kíváncsi, és fekete a szeme. Fekete a szeme, az fontos. Fekete. Mind a kettő. Oké. Okay. Okos. Kíváncsi. Kalandvágyó. Igen, ez a három. És van egy kendője is, egy fekete hátterű kendő, amin uh, virágos kombináció van. Na, akkor ezt megkeresük. Kendő. A fekete virágos kell. Ez. virágos. Ez az, ez lesz az szerintem. És az ő neve pedig, hú, ezt nem tudom, hogy hogy kell kimondani. Killé Nem tudom, hogy hogy kell kimondani. De akkor megkapja ugyanezt a vezetéknevet nevet, ami ő. Mert akkor ugye ez az ő kutyusa. Meg akkor így, hát igazából csak nem felejtem el, de hogy tudjam. És akkor most vannak nyolcan. Na, tehát ilyen lett a végeredmény, így néz ki a karakter. Remélem, majd tetszik neked. A hajat ne. azt még ugye akkor kicserélem, hogyha meg van, vagy lehet, én is meg tudom keresni azt a hajat, amire gondoltál, de azért biztos se is, és akkor betesszük azt a hajat neki. A második helyezett RPC betlet, aki szintén valami eszméletlen bámulatos rajzot küldött be, és nála azt hiszem, de azért ellenőrzöm, igen, nála is el fogok készíteni egy kis állatot, viszont ő már csak mellék szereplő lesz, ami azt jelenti, hogy látható lesz valószínűleg, és kap is szerepet, de nem biztos, hogy minden részben benne lesz, nem biztos, hogy minden részben több szövege lesz, hanem azért nem tudom, tehát lehet, hogy kevesebb szövege lesz ez a lényeg. Olvassuk el, ö, magányos, művészet szerető és romantikus. Hát ugye kettőt tudok neki választani, hogyha tűnik. Ó, egy tanár, akkor nem szóltam. Akkor nem is fiatal felnőtt, hanem ő egy felnőtt, aki mardekáros lesz, ezt ö, pontos megjegyeznem, és magányos típus. Na, akkor viszont tudok neki most hármat választani. Ö, magányos, művészet szerető, azt hiszem, hogy az itt van, és romantikus, még az életcélját is leírta. Na várjuk. Életcél, hogy megtalálja a lelki társát. Igen. Fiatal felnőtt, 23-24. És milyen talál legyen ő? Hogyha látod a videót, akkor kommentben kíváncsi lennék arra, hogy milyen tanára gondoltál. Amilyen nem lehet, nem lehet bájítal tanár, mert az van, és nem lehet átváltoztatás tanár, mert az is van. Azt hiszem, hogy minden más szinte lehet. Úgyhogy, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen tanár lesz akkor ő. Remélem, hogy minden más lehet. Úgyhogy ha mégsem, akkor majd még átgondolom, de szerintem minden más tanár lehet. Fehér, hosszú haj, vörös szem, fehér bőr, albínó. Ezeket tudjuk róla. Tehát teljesen fehér a bőre. Ennyire? Vagy ennyire? Azért nem mindegy. Szerintem inkább ez. Ez már azért túl sok lenne. Ezzel már inkább halott lenne, vagy vámpír, úgyhogy az biztos, hogy nem. Vörös szem. Van olyan? Vörös szem játék. Van. Oké. Okay. És fehér, hosszú haj. Lehet, akkor úgy látszik, hogy itt több fehér, hosszú hajú karakterünk is lesz, ugyanis a főszereplőnek is fehér a haja. Valami ehhez hasonló haj van amúgy a képen, és akkor ugye ezt szeretnéd fehérbe mindjárt megnézem, hogy van-e jobb custom content a Hosszú hajat szeretnél, úgyhogy hát ezek a rövidek semmiképpen sem. Hosszú haja. Mm, biztos vagyok, hogy ebből csak custom content lesz, ami erre jó, mert csak custom content van olyan, ami nagyon hosszú. Még ezt nézzük meg, ez meg túl rövid. Ez meg túl legyenes. Ez nem rossz. De az vagy egyszer már felhasználtam ezt a hajat. Hú, uh, ez is jó. És ezzel lehet, hogy még jobb. Ez ilyennél fog maradni. Nekem eddig ezzel tetszett a legjobban. Tehát ugye ez volt az egyik opció, a másik opció meg a göndör. Ez. De nekem most ezzel jobban tetszik, úgyhogy ez lesz az. Azt nem tudom, hogy a, a szemöldöke az valószínűleg fekete, így a kép alapján, de nem vagyok benne biztos. Mindenesetre most fekete lesz de nagyon-nagyon érdekes karakterünk lesz, azt már látom. Próbálom olyan tenni egy kicsit, mint a rajzon, de nem szeretném azért azt sem, hogy nagyon természetellenes legyen a dolog. Eléggé megnagyítottam a szemét, még a smink, most olyan furcsán néz ki. Így néz ki. Átalakítottam teljesen az arcát, az orrát is. Még ezt le mert egészen icipici orra van a képen. És az alsó száj részét nagyobbítottam meg, egy icipicit, hogyha engedné, akkor igen, közelebb éném egymáshoz. Szuper. Alakulunk. Oké. Így fog kinézni, teszünk rá szempillát. És akkor neki nem kell a roxforti egyenruha, mert ő ugye tanár lesz. A tanárok azok kaphatnak rendes ruhát, vagy valami talárszerűt. Kap egy icipici arcpirosítást pirosítást is. Nem tudom, valamiért úgy érzem, hogy ennek a karakternek ennek kell. És ő kap szemfestéket is. Valami, aha, nagyszerű. Valami gyengédet szeretnék, de azért látszódjon. Igen, ez az. Meg Mm. Olyat szeretnék, ami arról is van. Igen, így. És egy szájat. Talán pont erre lesz szükségünk. De mindjárt megnézem, hát ha valamelyik másik jobban áll neki. Nem, ez tökéletes lesz. És kell neki egy nyaklánc is. Valami ilyesmi van a nyakában. Úgyhogy akkor ezt tudjuk neki megtartani illetve egy fekete egyberuha, hogyha jól látom. Fekete egyberuhát keressünk neki. Szerintem ez lesz a tökéletes. Ez ugye egy címszeres ruha, és most jött be a mágikus kiegészítőkkel, és kap hozzá egy harisnyát is, csak hogy ne legyen furcsa, hogy ugye a láb ott szabadon van. Ooh. Mondjuk hogy lehet egy kicsit merészebb is. Én el tudom képzelni ez a karakterhez. Sőt, én azt is el tudnám képzelni, hogy neki ki van festve a körme. Bár ezt korábban nem tettem meg egyiknél sem, mert nem volt ilyen külön kérés. De én ennél a karakternél át tudom képzelni, hogy neki ki van festve a körme. Elvégre ő mégiscsak egy tanár. Az ő neve pedig Zoe. Így néz ki. Nekem tetszik, remélem, hogy neked is tetszeni fog a végeredmény. Szerintem olyan lett, mint a rajzon, és próbáltam olyanra csinálni, de hát azért nem lehet teljesen átvinni, de próbáltam olyanra elkészíteni, mint a rajzon. Kifejezetten érdekes tanár lesz belőle. Hát, uh, alig várom, hogy elgondoljam, hogy milyen szerepet tudok neki adni. Hogyha tanár lesz, akkor nyilván kötöttebb a dolog, de talán így egyszerűbb is. Úgyhogy csinálunk mellé még egy kis cicát, egy fehér cicáról van szó. A cica leírása pedig fehér hosszúszőrű szőrű lány cica, Lucia neve, bolyhos, elkényeztetett és okos. Valami ilyesmiről van szó, ő lenne az, és fehér, már pedig most azért nem teljesen fehér, úgyhogy átállítom fehérre, hogy szép fehér cica legyen. Igen, és kék szeme van. Világos kék szeme, és fekete nózia. Világos kék, és a nózia pedig fekete. Szerintem hasonlít arra a cicára a rajzon. Így néz ki Luszi cica, őt is elkészítettem, úgyhogy a másodikkal is elkészültem, remélem majd tetszik neked szerintem cuki lehet amúgy a macska is, és szerintem kifejezetten jól néz ki ez a karakter is, remélem, hogy neked is tetszik. Haladjunk tovább az utolsóra, akit most el fogok készíteni. Az első hármat fogom elkészíteni, most már látom, hogy nagyon-nagyon hosszú lesz is a videó, úgyhogy nem fog beleférni több. A külön soké egy következő videóba kerül majd bele. A harmadik helyezett lengyel Mira lett. Nála a karaktert fogom elkészíteni, ugye ez az ő nyereménye. És ez egy holóhátas diák karakter, úgyhogy akkor visszamegyünk a Tinire. Illetve van egy képünk, hogy hogyan néz ki. Érdekesség, hogy neki is fehér lesz a haja, és kék a szeme, ő egy jó karakter. moly és vidám. Na, legalább valaki tudta, hogy ha Tini csinálunk, akkor csak kettő uh. dolgot tudok neki beállítani. Élet célja az. Igazából mindegy, hogy megtalálja az igaz szerelmet. És kezdjünk is neki. Megnézem a képet. Á, látom. Így jó. Na, akkor olyanra megpróbálom megcsinálni, mint a képen. El is készítettem a karaktert, akit a képen látok. Amúgy szerintem hasonlít a képre. Nem tudom, hogy mi a véleményed mira. Remélem, hogy tetszeni fog. És ő is kap természetesen szempillákat. nehogy már szegény szempillaméjékkel maradjon. Ugye neki nincsen szemüvege, hogyha nálam működik. És szerintem ő most más nem kap, mert ő a diák lesz, úgyhogy neki nem kell smink. A képen ezt a felsőt rajzolta hozzá, amit én készítettem. Valószínűleg akkor már kim volt ez a felső, mert megmutattam nektek és hát pontosan így néz ki, úgyhogy akkor ezt fogom rádni, illetve egy szoknyát is választottam, bár a képen neki sötétkék kék a szoknyája, és végül is miért ne lehetne sötét kék, úgyhogy akkor a sötét kék opciót fogom választani, létezik ugye több színben is ez a szoknya nem csak feketében, annak ellenére, hogy eddig csak azt használtam, és ő megkapja a harisnyát, illetve kap egy cipőt, ami lehetne akár ez is. Így néz ki, és nézzük meg a karakterének a nevét. Melanie, aki most randomizálunk valami vezetéknevet, nem tudom, valószínűleg nem ez lesz a vezetékneve, ezt csak randomizáltam, vagy lehet, hogy lesz valami vezetékneve. Attól függően, hogy kinek a családjába tartozik, esetleg, mert az is lehet, hogy valakinek majd berakom őt a családjába. Remélem, hogy tetszik neked mira, és akkor ennek a videónak itt is lenne a vége. A következő videóban, tehát lesz még egy ilyen készítés. A külön díjasokét fogom elkészíteni, úgyhogy az jövő héten lesz. Jövő héten most már jön az első része. Az elátkozott gyermeknek, ugye elmondtam nektek, hogy ezt fogom elkészíteni, vagy le, most megpróbálom egy kicsit visszahozni, mert teljességében azért ugye nem tudom elkészíteni, de valamit megpróbálok belőle visszahozni. Úgyhogy erre számítsatok a jövő héttel kapcsolatban. Először ez lesz valószínűleg ilyen hétfő fele, és akkor vasárnap fele lesz majd hmm. az első része az elátkozott gyermeknek. Így készüljetek, remélhetőleg addig rá is tudom készíteni, ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!